30 évvel ezelőtt fiatal kecskeméti előadóművészek, zenetanárok részvételével kamarahangversenyt rendeztek a Kecskeméti Képtárban. Évfordulók nyomában címmel rendezik a Kecskeméti Képtárban azt a hangverseny sorozatot, amelynek első koncertjén Antonio Vivaldi 6 fuvola verseny csendült fel Dracsai Ákos kitűnő szólójátékában, Janikus Spartakus, Iccés Tamás, Sárosi György és Abócs Márta érzékeny közreműködésével. Már maga a vállalkozás is dicséretes, bár nem példanélküli a hangverseny életben, hogy a 10 rövid Vivaldi fuvola versenyből teljes hangversenyidőt kitöltőt fűznek egybe. És főleg dicséretes a dolog, ha olyan minőségben szólalnak meg ezek a zenei gyöngyszemek, amint az hallható volt a szerdai előadáson. Aki belép Vivaldi világába, írta Szabolcsi Bence, azt kezdettől fogva ez a két újdonság fogadja és kíséri. A foltban fogamzott forma és a hullámban felfogott dallam. A harmónia tág felület hatásai, a laza körvonalak közt fogalmazott dinamikus fokozatok mind ezt a gondolkodást szolgálják és magyarázzák. Ízelejtőül egy tételrészlet a G-moll, az Éjszaka nevet viselő versenyből.